Olvasókör a Civil Rádió FM 98 műsorában, hétfőn este 8-tól. Az Olvasókör a művészet, a művészek világát kívánja a hallgatókhoz közelebb hozni. A magas kultúra képviselői nem elefántcsontoronyban élnek, műveik megértéséhez különleges képzettség sem szükséges. Az Olvasókör bizonyítja, hogy a művészek ugyanolyan emberek, mint mi. Minden hétfőn 20 és 21 óra között a Civil Rádió FM 98-on ezt mutatják majd meg mindannyiunknak. Olvasókör hétfőn este 8-tól a Civil Rádió FM 98-on. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Olvasókör műsorának mai vendége Turci István költő. József Attila díjas, Babérkoszorú díjas és Prima Primissima díjas magyar költő, író, műfordító, szerkesztő, egyetemi doktor, továbbá a Budapest Metropolitán Egyetem tanszakvezetője, irodalomszervező, a Parnasszus költészeti folyóirat és kiadó alapító főszerkesztője. Kedves Turci István, hogyan szólíthatom önt, hiszen ennek a felsorolásnak az alapján minden megilleti. Kedves költő úr, tisztelt egyetemi tanár úr, hogyan legyen? Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én legjobban az Istvánnak örülnék, megmondom őszintén. Nem tudom, hogy a magázó mód dívik-e a rádióban, akkor... Kivéve azoknak, akik ismerik egymást. Na most, akkor mi vagyunk a kivétel, és erősítjük a szabját. Úgyhogy akkor, ha kérhetem, tegeződjünk, mert az lenne a legegyszerűbb, és végül is a hétköznapokban is így történik ez. Miért lenne most másképp? Köszönöm, kedves István! A mai beszélgetésünk első részében az életpályád iránt érdeklődnék. Ez ugye a költőknél önmagában is egy fontos elem, hogy honnét származott, kik voltak a szülei, kik voltak az első irodalmi alkotásának az ihletői, kik voltak az első tanárai az egyetemen, akik az életpályá kezdetén nyomot hagytak. Hát ez legalább 6 kérdés, ami most gyorsan elhangzott. Lehet benne válogatni. Igen, az fog történni, illetve megpróbálom összerántani ezeket is, és mindenre válaszolni lehetőség szerint. Én tatai születésű vagyok, a tatai 5-ös gimnáziumban jártam, és második nekirugaszkodásra vettek fel az ELTE-re, angol-magyar szakon indultam, majd még a finnugor szakkal, mert volt időm, meg szerettem olvasni, és érdekeltek, hogy mi a túró ez a finnugrisztika, meg érdekelt az, hogy tanulni egy lap, finn, cseremis nyelvet, mert a nyelvészet mindig is izgatott, és felvettem, pluszban még a egyetemen is elvégeztem ezt a szakot is, és utána néhány évvel még a rendszerváltás előtt szereztem meg az egyetemi doktori címet. De hogy maradjunk a legfontosabb dolgoknál, egyébként az egyetem azért lényeges, mert tulajdonképpen ott kezdtem el publikálni, bár már mire az egyetemre értem addigra, ugye Komárom megyeiként az Új Forrás folyóirat felfedezett magának, és ott jelent meg az első nagyobb bemutatkozó írás rólam és a verseimről, és a verseimmel együtt persze, majd rögtön utána az Éj is Új hangjában volt egy nagyobb, egy teljes oldalas anyag, és onnantól kezdve folyamatosan jöttek az írások. Csak röviden, de hihetetlen izgalmas történet, az első könyvem története. Akkor még 20 éves voltam, amikor elkészült az első kötetem, és a Szép Irodalmi Kiadó érdeklődött, akkor a legnagyobb magyar kiadó volt, és Szalai Sándor mondta, hogy többen olvasták, és Rész Pál azt mondta, hogy ő szeretne engem megismerni, és ő arra gondol, hogy ő ezt szerkeszteni, ezt a könyvet. Aztán kiderült, hogy volt egy pártlektor is, aki pedig Pándi Pál, szintén nem ismeretlen név az idősebbek számára, aki pedig nem támogatta a kötet megjelenését, és aztán következő történt, behívott magához Rész Pali. És azt mondta, hogy szeretné, ha egy kicsikét beszélgetnék egy költőtársal, egy baráttal, és hát hajlanék arra, hogy néhány szöveget kivegyünk ebből, mert ezek miatt nem biztos, hogy engedélyezi a Szép Irodalmi Kiadó.
így kicsit erősebb felütésű szövegek voltak ezek, és nagy izgalommal mentem be a kiadóba, emlékszem először, és ott ült Pali egy bottal kezében, és mellette egy szakállas, vékony, cigarettázó férfiú, akit akkor még személyesen soha nem láttam, fölállt, amikor beléptem, szia, Petri Gyuri vagyok. Szóval ülj le, beszélgessünk, már figyelem egy ideje a verseidet, és nagyon szeretném, hogy ebből könyv legyen. De hát ehhez azt mondta, gyepálnunk kell. Így mondta, hogy gyepálnunk kell. Mi volt ennek az első kötetnek a témája, hogy már is ekkora érdeklődést támadt iránt a pró és kontra? Egyrészt akkoriban egész más, hogy volt, ugye volt két kiadó, és volt 14 folyóirat összesen. Tehát ha valaki elkezdett pláne 18-20 évesen publikálni, arra felfigyeltek. Ez volt az első dolog. A második, hogy ebben voltak mondjuk a katona időszakomból vett olyan versek, szövegek, amelyek hát kivették a biztosítékot. Csak egyet mondok, ami az egyik kedvenc ilyen hosszabb lélegzetű munkámban volt, egy ilyen azt kell mondanom, hogy travestiaszerűség, egy ilyen műfai gúny vers, amiben az volt, hogy ma már a világ egyhatodán szocializmus van. Ha így haladunk, nem sokára az egy hetedén, sőt az egy nyolcadán is szocializmus lesz. Na most ezt 1981-82-ben hát nem vették túlságosan jó néven. És hát volt egy pár ilyen. És ezeket Gyuri, ő, aki pontosan tudta, hogy mit bír el a cenzúra, meddig lehet elmenni, pontosan azért hívta őt a részvali, mert tudta, hogy majd a Gyuri megmondja. És a Gyuri megmondta, hogy mi maradhat benne, mi az a 3-4-5, amit ki kell venni, vagy esetleg olyan, amit úgy érzi, hogy kicsit hullámzóbb minőségű, kivettünk talán 5 vagy 6 verset. Az első kötet címét megörökíthetjük? Természetesen, furcsa című kötet volt. Erre mondta Tandori Dezső, hogy csak ilyen címekkel szabad belépni az irodalma, sőt meg is írta róla. Ő volt az első recenzensem, Tandori Dezső. Segédmúzsák fekete lakcipőben. Ez volt ennek a nagyon visszafogott című, szinte rejtőzködő kötetnek a címe. Kedves hallgatóink, önök már ismerik azt a metódust, hogy interjú alanyunkat kérjük meg mindig a zenéknek az összeállítására is. Ezért, kedves István, arra kérlek, hogy ne csak nevesítsd meg az első zenét, amit közösen meghallgatunk, hanem indokold is meg, hogy miért hallgatjuk ezt. Attól függ, hogy mi lesz az első zene, hiszen 4 zenét kértél tőlem. David Gilmour. Maradjunk akkor David Gilmournál. Nagyon egyszerű a válaszom. 2. Egyrészt, mert nagy Pink Floyd rajongó vagyok, amióta az eszemet tudom, 10 éves korom óta. Akkor már kijöttek a komoly lemezek. Emlékszem rá, hogy a legfontosabb anyagaik, de főleg a Wish You Were Here, akkoriban 74-ben jött ki, és én kis gimnazistaként csodálattal hallgattam, amikor hozzá tudtam jutni, vagy barátaim révén megszereztük Olaszországból a lemezt, például Dark Side of the Moon, hát mindenki emlékszik rá. És a másik másik fele, Gilmour június 8-án a Schönbrunnban adott egy nagyon nagy koncertet Bécsben, amilyen ott voltam, és óriási élmény volt. Ez a Rattle That Luck, az új lemezének a bemutató koncertje volt. Hihetetlen hangulatú, szabadtéri buli volt, nagyon sok magyar társam ott volt, zenerajongók. És amikor fölkértél erre a beszélgetésre, és említetted, hogy legyen mellette zeneanyag is, akkor szinte automatikusan eszembe jutott, hogy hát miért ne hallgassuk újra az új Gilmour lemezről a címadó dalt. Kedves hallgatóink, Turci István ajánlására David Gilmour következik.
kedves hallgatóink! David Gilmour után verseket olvas fel nekünk Turci István. Az első vers, amit kiválasztott, azt a Népszabadság felfüggesztettek című kötetében jelent meg. Közel az idő. Kertész Imrére gondolok. Mi ez, ha nem tavasz? Szokásba borulnak a fák. Türelmet virágzik a párateste, felnyitva végre a tél szarkofág. Éjszakák szöges drótjai után ingújban sétálunk a sorok között. Valóságnak hisszük, amit látunk, arcunkra lassú fény költözött. Hazai szavakat hordunk össze. Nincs irigység és nincsen harag. Ma ki lehet biztos az erejében? A múlt folyói összetartanak. Mert az is elmúlik, ami fölemelt, és az is, ami meg se történt. Ez a nap is a papírra csordul, erőszakkal, némán, önként. Közel az idő, és közel a múlása is. A szájakon, a szíveken lakat. Ítélni innen lészel eljövendő eleveneket, holtakat. Egy újabb történet vége. Mint egy kölyök kutya, úgy szűkölök a lélegzeteddel kitöbött csendben, távolodó mosolyod célkeresztjén fekszem, emlékeinkhez szíjazottan, könyörtelenül kiterítve. Tegnap még álmodni sem mertem volna, hogy egy csapzott hangulat mára így könnyen elvehet. Üvölteni szeretnék, fejemet a falba verni, de torkomban szétfröccsennek az indulatszavak, csak a szégyen kiadóst kortyait nyelem. Ereimben szétáramlik valami gyáva melankólia, hiába is menekülnék, árnyékként követnek gyarlóságaim. Csak még egyszer, utoljára láthatnám mesztelen vállaid szűnni nem akaró zsarnok rázkódását. Csak még egyszer könnyeid sózhatnák éjszakámat. Nevetésed, mint szétdobált kacat heverne vetetlen ágyamon, csak még egyszer, utoljára, magamnak megbocsátanom a legnehezebb. Postmodell. Vakon hiszek az éjszakának. Ez a sok-sok csillag úgyis mind övé. Mintha égi sátor volna, egy újabb nagy lélegzetet húzok az előző köré. A csönd terítettsége morában mérhető. Elfáj ez a nap is, tán a holnapi mást hoz. Ő a terasz közepén, háttal a holdnak, ezüstkendőbe csavarva, modellt ül a búcsúzáshoz. Az idő számára felesleges szavak vesztőhelye. Nem kérdez, mintha már is messze járna. Csak önmagát akarni, semmi mást, ez az ő egyszemélyre szóló szabadsága. Most felém néz. Sötétben guberáló szemek. Agyamban lapozgat, csak tudnám, mit keres. Mintha megfejthetné, mikor, miért lett egymásban való létezésünk ideiglenes. A tekintet egy lépéssel a mozdulat előtt. Két karja megáll, akár az óra mutatója. Mielőtt új ütemre lendül és fejét ráhajtja egy másik, egy idegen dimenzióra. Szavakkal rólunk nem mondhatok többet. Senkinek, senki a társa. Hajnalt érzek a levegőben, kezdődik a gyönyör újrafelosztása. Édes száj! Minden nő és minden bor és minden csokoládé egy nyelvemlék. Hol tejszínes, hol keserű, füstös, konyakmeggyes, hozzá kevés menta íz vagy erős cukorérzet. Az sem baj, ha könnyen olvadó és mézet csurgat le a garaton. Néha roppan benne a kakaó babtövet. Puhán, ahogy az íz barnája árad. Ez a vers is a papírra csordul és szétkenődik, mint a napon felejtett csokoládé. Nő, bor, csoki. Emlékük szabad és fönséges maradt. Csak a tanulság rögzíthető,
megszabadulva az ízlelés dogmáitól, buta elvárásainkat végleg hátrahagyni. Hisz lehetnénk akár boldogok is. Az arcunk fénylik, a szemünk csillog, néhány jobb mozdulat sorolja a valóságot. Ahogy a kora esti karamelles fényben feloldódnak az apró süteményé préselt szavak, és héjukat elhagyják sejtéseink, a pillanat már-már illúzióba hajló. De téged nem téveszt meg a bukolika. Rég tudod, mi vár ránk árnyékvetőkre, az ízek orkeszterében mi vár ránk önhit haláltudókra. Megfésülködsz a feltámadó szélben, tested lenyomatát átnedvesíti a felporzó zápor. Vakuzó szemed, szemöldököd diadalíve, és a szád, ez az édes száj, egyszerre mozdul, amikor kimondod. Tejcsoki íze van a levegőnek eső után. Így mondtad, és ennek már 30 éve. Köszönjük szépen! Azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon többszöri elolvasásra alkalmatos vers, és ennek lehet férfi, meg női olvasata is. Kedves István, elérkeztünk a második zenéhez. Ray Charles-t választottad másodiknak. Miért? Kíváncsiak rá a hallgatók is. Én szerintem nagyon fogják szeretni a kedves hallgatók, és hát tudom most, hogy nagyon sokan szeretik is, és nem csak az idősebb nemzedékből. Ray Charles egy alapikonja a jazznek, tulajdonképpen a világ zenének, hiszen az, ahogy és amit ő énekelt, az a kiállás, az az őrületes tehetség, ahogy abban a belső, látszólagos sötétségben, ugye, amelyben vakon ő él, valami csodálatos a színek, ízek, hangulatok és a tehetség, olyan tökéletessége és teljessége bontakozik ki, amely kevés zenésznek adatott meg. Úgyhogy nem volt kérdéses, hogy egy Ray Charles dallal mindenképpen beszállnék én is. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, hallgassuk meg Ray Charles 7 spanyol angyal. He looked down into her brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty, and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels
took another angel home. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lover in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish angels at the altar, at the altar of the sun. Oh, I believe they were praying for the lover. Yeah, it was in the valley of the gun. Well, well, well. When the battle stopped and smoke cleared, there was thunder on the throne. Oh, yeah. And seven Spanish angels. Kedves hallgatóink! A Civil Rádió stúdiójában, az Olvasókörben Turci István. Az előző részben hallgattunk tőle saját verseket. Én itt a szünetben próbáltam rábeszélni, hogy inkább beszéljünk közéleti dolgokról, de ő azt mondta nekem, a költő verseiben él. Kedves István, halljunk további verseket. Nagyon köszönöm. Egyébként nyitott vagyok én a közéleti beszélgetésre is természetesen. Én Csehovval azt vallom, hogy az ember csak annyira ismerkedje meg a politikával, amennyire meg tudja magát védeni tőle. Tehát ez ebben a Csehovnak tökéletesen igaza van a civil ember szempontjából, hogy az a saját, az a terület, ahogy a kutyus körbe pisili a maga területét, az a terület megmaradjon a magánember számára mindenképpen. Csak nem kutyás versek következnek. Igen, egy kutyás vers következik, mindenképpen szeretném elolvasni, mert egyrészt, mert mindig, talán meséltem már, hogy akármerre járok, mindig kérik, helyesek. Múltkor is egy fiatal hölgy azt mondja, hogy hát akkor lehetne István a kutyás verset. És akkor néztem, és akkor mondom, miért? Hát mert van nekünk is kutyánk is, ezeken jókat szoktunk nevetni. Hát akkor most jön a kutyás vers, amelynek az a címe, hogy a filozófia rövid története. Kutyám, Metafi, a szokásos időben vonszol reggeli sétára. Az ébredő lények gyermeki kíváncsiságával bámuljuk, ahogy a nap ma is újra teremti az eget. Telítődnék ragyogással, de feszül a póráz, már is tovább. Nem itt akar. Nem is a sarkon túl, az újságos mögötti lámpaoszlop cserjékkel körülvett puha fénykoszorúja alatt, nem. A megszokás hatalmas mágnes. Metafi egy hónapja minden reggel egy fikusz religióza tövénél végzi a dolgát. Ami még legalább 100 lépés, és az utolsó métereket rendre futva tesszük meg. Szabad kezemben fehér zászlóként leng a papírkendő, zizeg a nylon zacskó. Metafi nem aprózza el, bízik képességeiben, csak az állapotára koncentrál, soha nem látom védtelenetnek. Felhúzott lábbal áll a teremtett természet közepén, és szarik. Teste börtönéből egyetlen szakszerű nyomással távozik a salak. A tiszta tevékenység pillanata ez. Lehajolok, ő mintha engedélyt adna, úgy lép el onnan. Hazafelé bölcs dolgokról hallgatunk. Köszönjük. A kutyás vers után javaslom, válasszunk még egyet, mert annyira jókedvűre sikerül ez a műsor, hogy azt hiszem, hallgatóink is egyetértenek, hogy a költő a verseiben él. Van nekem egy kis örökölt parasztházam Börzsönyben, egy zsákfaluban, aminek Tésa a neve. Sokan ismerik, több barátom próbált ott házikót, vagy valami kis területet venni. Többeknek sikerült, és volt, akinek nem. Egyébként Szacsvai Lászlónak van egészen közel egy kis háza, tőlem 40 méterrel a patak felé, a másik oldalon. És többek között az a szépsége ennek a háznak, hogy a másik, pontosan szemben nincsenek házak, csak az erdőség, és ahogy megy lefelé a víz felé a sok-sok fa és bokor. És
mikor újraépítettük rekonstrukciós alapon ezt a házat, próbáltuk kicsit rendbehozni, meg fürdőszobát tenni bele. Ez a történet, amelyet megírtam, akkor született. Mikor kimentem egyszer pisilni, ugye a kutyus után most egy pisilős történet következik, mi maradjunk valóban a vidámság terepén, hajnal felé, akkor egyszer csak tőlem 3 méterre azt tettem észre, hogy a szürkeségben láttam, ahogy gőzölök és fújtat. Ott állt egy szarvas. Egymást néztük. Én pisiltem, ő engem nézett, és akkor befejeztem, és kicsit megráztam magam, akkor a szarvas bólintott egyet, és elszaladt. És eltűnt a messzeségben. Íme a vers. Mintha egy mítoszból lépett volna elő. Tésai napok. Ma egész nap napsugarakat gyűjtöttem télire. Színehagyott fűcsomók fagymarta seregei fölött tartottam szemlét. Hátaprítottam, megigazítottam pár meglazult tetőcserepet. A szomszédasszonynak elmeséltem, hogy amikor hajnalban kitartó neszezésre ébredve kiálltam a tornácra, egy szarvas állt közvetlenül a kapu előtt. Mintha egy mítoszból lépett volna elő. Agancsát félre billentve fújtatott a szitáló ködben. Nem mozdult, én sem. Nedves foltokban gőzölgő hátát betakarta az erdő táguló ezüstje. Hogy üdvözöljem, fölemelhettem a kezem, mert a következőnek vélt pillanatban eltűnt a párafüggöny mögött. Tart még a virágok esti imája. Regina nagyanyám kenyérhozó, betegségűző varázsigéi suhognak az egyhelyben száguldó rét fölött. Ilyenkor kisimul a fű, becsukódnak a repedések, gyermekkorom sebhelyei. Szemhéjam alatt jó leső hűvösség van. Köszönjük szépen. Frank Zappát választotta István a következő zenének. Miért? Nagyon könnyen tudok erre is válaszolni. Frank Zappa olyan mértékben kedvencem volt, amikor elkezdtem zenével foglalkozni és zenét hallgatni 10 évesen, és meghatározó zenei élmény maradt. Nagyon nehéz lenne beskatujázni, hogy ő valójában rock, vagy a rocknak egy, amúgy is egy speciális fajtája, hiszen több komoly zenei lemezt is adott ki. Jobban volt Edgar Varizével, John Cage-el és másokkal, tehát a kortárs komoly zenészekkel is voltak közös fellépései. Rendkívüli tehetségű előadó művész, de főként zeneszerző gitáros volt ő. Van egy komplett lemeze, amely egy 3-as nagy lemez, egy szót sem szól, csak gitározik, ez a Fogd be a pofád és játsz című lemez, ami például Párizsban vettem, hozzáférhetetlen, és mondta valaki, hogy most 500 000 ér, mert az eredeti bakelit lemezhez amúgy is rá volt írva, hogy limited edition, most egyáltalán nem lehet hozzájutni, gyűjtők keresik, és nekem otthon megvan, és büszke vagyok rá. Egyszer járt Pesten, Demszky Gábor meghívására, az akkori polgármester meghívására volt itt, de akkor már kicsit betegen, prostatarákkal szenvedett, és nem sokkal később meghalt. Elég fiatalon egyébként, és az életműve az a kb. 500 nagy lemez, amelynek ő volt az anyja, a szülő anyja, hiszen a zenekarát is úgy hívták, hogy The Mothers of Invention, az ötlet szülő anyai. Gyakorlatilag örökre meghatározó hatást tett a rockzene, mert nem popzene, ez a rockzene 80-as, 90-es évekbeli történetéhez. Frank Zappa Bobby Brownról énekel nekünk. Wasn't very large, there was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the
string light. Hey, down in Joe's garage, we didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, 'cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon. Sometimes we were playing all night long. It was all we knew, easy to, so we wouldn't get it wrong. Here it is, played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together. We figured that we should, 'cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like. So we picked out a stupid name, had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits, boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. One, two, three, four, let's see if you got some more. People seem to like our song. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen. Sat on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like. Kedves hallgatóink, Turci István, az Olvasókör vendége. Eddig beszélgettünk az életpálya kezdő elemeiről, utána verseket hallgattunk Istvántól. A beszélgetésünknek az utolsó blokkjában
két dologról érdeklődnék. Az egyik, hogy törvényszerű-e, hogy egy költő, író, tehát egy művész ember egy idő után áttér arra, ami szerkesztést, irodalomszervezést, közéleti tevékenységet jelent. Különb dolog-e verset írni, mint szerkesztőnek lenni kötetekben? Nem különbség, hanem különbözőség van a kettő között, és az én esetemben ráadásul még időbelileg sem nincs akkor eltolódás, hiszen amikor már néhány kötetes szerző voltam verses kötetekkel, műfordítás kötetekkel, drámával és regénnyel is jelentkezve, akkor indítottam el, volt egy televízió műsorom még a 95 előtti, ugye egy televízió volt, a Magyar Televízió, abban volt a Parnasszus színű irodalmi vetélkedő, heti vetélkedő volt, nagyon sokan szerették, 3 évig ment. Amikor bejöttek a kereskedelmi adók, akkor gyorsan megszüntették. És én akkor úgy gondoltam, hogy kellene valamit folytatni, nagyon szerettem ezt a műsort, sok barátot találtam, és úgy sokan szerették azt, hogy irodalmi kérdések vannak, de kicsiket lehet ilyen típusú játékban is részt venni, és akkor úgy gondoltam, hogy maradjon meg a Parnasszus név, ne legyen mostoha gyerek, és elindítottam Vas Istvánnal beszélgetve, aztán utána Tandorival és Orbán Ottóval, ők voltak az első nagy támogatóim, és még amikor ameddig élt, Nemes Nagy Ágnes mindig elmondta, hogy próbáld meg, te az a típus vagy, aki meg tudod csinálni, csinálj egy költészeti folyóiratot. És akkor 21 évvel ezelőtt megindítottuk az ő mentorálásukkal, támogatásukkal a Parnasszus költészeti folyóiratot, és jelentem. Azóta is megy, sőt, kétszeres példányszámmal, az estjeinken, teltházzal működünk. Nagyon-nagyon sok örömöm van benne is, és fontos az, hogy a lap még életben van. A könyvtárakban hozzáférhető? Természetes, nem csak a könyvtárakban. Nagyon sok felé, elég komoly megrendelői körünk van, főként persze a könyvtárak, az egyetemi főiskolai és középiskolai könyvtárak, valamint a megyei városi könyvtárak is, de természetesen a jobb könyvesboltokban is előfordulunk, és hát ott van a Parnasszus. Meg akik érdekelnek az estek, Budapesten és vidéken rendszeresen vannak Parnasszus estek. A bevezetőben felsoroltam azt a sok-sokféle tevékenységet, művészeti, oktatói tevékenységet, amelyet folytatsz. Az a kérdésem, hogy a sok díj után is melyek azok a társadalmi, politikai célok, művészeti célok, amiket még elkívánsz érni? Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert alkotói erő teljében vagy. Hogy úgy mondjam, még nagyon sok lehetőség van, de melyek azok a konkrét célok, amiket követni kívánsz az elkövetkező közép vagy hosszabb távon? Ugye ez egy erős jelzés, hogy ha most a jelenben beszélgetünk, erős jelzés, hogy ezekben a napokban szántották be a Népszabadságot, mondhatom így nyugodtan is, de már pedzegetik azt, hogy hová fog kerülni a Népszabadság, úgy tudja, ami egy egészen más típusú folyamat lesz, vagy napilap lesz. És én is azok között, az írók között vagyok, akik egyrészt aláírták a tiltakozást, méghozzá nem az utolsó etapban, hanem talán a második etapban, 100-150 író aláírása után, mikor én hazajöttem Prágából, akkor láttam ezt, én is aláírtam. És abban a 40 íróban vagyok, aki ebben a kötetben, amiről beszélünk, gyakorlatilag született egy könyv, amely a Népszabadság dolgozóit támogatandó, fölkértek 40 írót, mondjuk Grecsó Krisztiántól Nádas Péter. Ez a Felfüggesztettek című. Kötet, csak nem én akartam kimondani, de egy reklám ízű legyen a dolog, de... Nem, egyáltalán. Szolidaritás ízű. Így van, szolidaritás ízű, ez sokkal jobb, így a csokoládéhoz jobban hasonlít ez mindenképpen, és benne vagyok ebben a kötetben. Tehát azt hiszem, ez is egy erős jelzés. Na most, hogy gondolom? Én azt gondolom, hogy a szószabadsága nélkül nem lehet dolgozni, képtelenség dolgozni, és hát ezért kell megtennünk mindent azoknak, akik írás tudónak vallják magukat, és ebben mélyen hiszek. És azt gondolom, hogy nehéz időszakot élünk ebből a szempontból, egyre mélyül az árok az értelmiség különböző csoportjai, körei között,
egyre nehezebben értenek szót, vagy éppen nem, vagy nem is akarnak szót érteni. És én mindig azt mondtam, hogy az élet egyik nagy feladatom nem az árok ásás, hanem az árkok betemetése. Most ez a feladat ebben a pillanatban egyre nehezebbnek látszik, hogy megpróbálni bizonyos árkokat betemetni. Hiszen például a Parnasszus folyóirat, amelynek főszerkesztője vagyok, azt tűzte ki célul, hogy nem irányzatos lap lesz, hanem különböző esztétikai és társadalmi elveket való alkotók jó színvonalas írásai kapnak benne helyet. És ez sajnos egyre nehezebb, mert régebben ez nem volt probléma. Nagy Gáspár és Marnó János például egy oldalon voltak, és annak idején mondták a rádióban, hogy milyen jó, a Parnasszusban ez rendjén is van, mondták. Nem biztos, hogyha ma már csak az egyikük él, fölkérném őket, hogy legyen egy számban, azt mind a kettő azt mondanak, hogy igen. Bár szerintem voltak ők annyira elegánsak, hogy ma is igen mondanának. De ez egyre nehezebb. Na most én alkotóként, szerkesztőként, ha lehet ezt mondani, ez az egyik célom, hogy ezt a bizonyos árok betemetést tenni kell valamit, és ebben a pillanatban azt látom a magam helyén, aki egyébként, tegyük hozzá, hogy a Magyar Penklub főtitkára is vagyok most már harmadik éve, és a Szépírók Társaság tagjaként, ugyanakkor a Magyar Írószövetség költői szakosztályának 13. éve vagyok a megválasztott tagja. Tehát mind a két front, ha úgy tetszik, nem szeretem ezt a kifejezést, de mind a két front valamilyen módon elfogad, valamilyen szinten elfogad, és értik azt a szándékot, és visszajelzik azt a szándékot, amelyet én képviselek. És ebben a pillanatban ennél nem látok fontosabbat, mint hogy ezt hitelesen, masszívan és karakteresen képviseljem. A labban is, az egyéni megszólalásaimmal is, meg külföldön is, mert nagyon sokat járok külföldön. A fázis rajzoló átmeneti gyötrelmei címmel Fűr Emil rajzaival jelent meg Turci István eddig legutolsó kötete. Kedves István, jó egészséget kívánunk neked. Utolsó zenének egy indoklást kérnénk. Ler István, Goodbye. És ennek a szövegét jól tudom, hogy te írtad? Így van. Hát de nem csak ezt Istvánhoz, mert mi Ler Pistivel nagyon sokat dolgoztunk együtt. Régi barátság a miénk, nem csak szakmai, hanem emberi barátság is. És sok évvel ezelőtt mi úgy ismertük meg egymást, hogy Szabó István megkeresett, a rendező megkeresett, hogy a Tűzoltó utcai rákos gyerekeknek lenne egy kampány, és hogy oda készítsünk valamit, és akkor megírtam a Szomjas Angyalokat, István a zenét hozzá, és az sokáig futott és sikeres volt. Megmaradt a barátság, és egyszer csak, mikor jött az ezeret forduló, akkor fölhívott engem Pisti, és azt mondta, hogy te, hát itt van neked ez a Goodbye című remek szöveged, csináltam én ebből egy zenét, szerintem szeretni fogják, gyere át, és hallgass meg, hogy mit szólsz hozzá. Így született ez a dal, hallgassák szeretettel. Köszönjük szépen! Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Turci István verset mond a Civil Rádió hangarchívuma számára. Memento. A tatai zsidók utolsó útja a vasútállomásra. Motto. E nemzetségből csak egy fénykép marad. Mordechai Avishaul verse Petri György fordításában. Emlékezzél! Akár a rongyos köthegyek a foszló virradatban, némaság virágzik, és elnyílik az utolsó utáni füstös pillanatban. Két sorban vonulnak felfelé a kaptatón, siet mind, mintha imára menne, mintha a síneken túl szidurlapok közt bújtatott reményt teremne. Hátrahagyott kegytárgyaik fölött a reggeli nap Kábán áthajol. Üres a gyülekezet háza, Szombat királynő, mondd, merre bújdosol. Kifosztva a táj is, ábrázattalan, szürke massza ez a szép vidék. Nem méri önmagát, hisz többé már nem otthon, valaha volt menedék. Nekik nem maradt más, csak a lezárt szemhéj mögött izzó szégyen, és a kimondatlan szavak értelmét egymástól elsáncoló tudat Iberlében. Belzek, Treblinka, Sobibor, Dachau, Chełmno és Oswiecim.
imbolygó árnyak a rettegés ködön és dallamon átszűrt éjjein. Kemence mélyi csend. Milliók sorsát jelölő rövidke héber szó soha. Szín és tett helyek közt korbácsként hajt előre, hogy többé soha. Soha. A bölcsek szerint 903 halált teremtett az Úr, azután még egyet, ha a mózesi nép újkori figyelmemet állazol. A módszer velejét listák, jegyzőkönyvek őrzik, fotók és fonográf. Recsegő hangon szólt a végső megoldáshoz illő Arier paragráf. 60 év a 6 millióhoz. Ha kérdeznéd, fiam, hogy kiért vagy ki ellen porlad az idő a tenyeremben, nincs válasz. Az emlékezet engesztelhetetlen. De számláld meg őket, mert egytől egyig mind megszámlálhatók. Vedd számba őket, kik emberként járták meg a nem járhatót. Tarts számon őket, a szív nem archívumban őrzött üres kartoték, kérd számon őket. Kevés a két gyertya saját sorsodért. Ha néha megroppan is az irgalom száraz, gyönge ága. Csak így lesz létednek újra gyökere, lombja, Magyarországa. Kedves hallgatóink! Köszönjük Turci Istvánnak, hogy eljött a Civil Rádióba, az Olvasókörbe. Ler István zenéjével búcsúztunk az előbb, én önöktől is búcsút veszek, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra. Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.